A színész világban vannak a fővárosi művészek, akiket ismernek és díjakkal halmoznak el, és vannak a kicsit lesajnált vidéki színészek, akiknek mindenből háromszor annyit kell teljesíteniük, hogy megismerjék és elismerjék őket. Ez így volt sokáig, egészen a Kaposvári Színház felemelkedéséig. Kaposvár egy fogalom, a fővárosból Budapestről jártak le, és a hőskorban lehetetlen volt jegyet kapni egy-egy előadásra. Ennek is köszönhető, hogy onnan mindenki igazi sztár lett a teljesség igénye nélkül, Rajhon Ádám, Helyei László, Pogány Judit, Jordán Tamás, Molnár Piroska, talán őt kellett volna legelőre mondanom, Lukács Andor, Lázár Kati, Csákányi Eszter és a most 75 éves Koltai Róbert. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volna. Az 1990 utáni legnézettebb 30 magyar mozifilm közül 6-nak Koltai Róbert a főszereplője. Nincs még egy színész, aki elmondhatná ugyanezt magáról. Azért ezzel a ténnyel kezdtem, hogy jelezzem. A 75 éves Koltai megkerülhetetlen szereplője a hazai filmiparnak. A világ bármelyik színész a kezet csókol nekem, hogy elintézem a tapsos belépőjét. Azt mondtad, szóljak a biztos. Most biztos. Úgy kell inni, hogy az ember mindig jól lássa a fazekat. És nem csak annak. Derül ki abból a könyvből, amely a születésnapjára jelent meg. Én például ebből tudtam meg, hogy lényegében véletlenül lett a legendás Indula Bakterház egyik főszereplője. Hírbe hoznád a Bakterházat. A Baktert eredetileg Bence Ferenc játszotta volna. Ő azonban pár nappal a forgatás elkezdése előtt megbetegedett. Mihályfi Sándor rendezőnek hirtelen kellett egy másik főszereplőt találni, így személyesen ment el az éppen Siófokon nyaraló Koltaiért. Megállt egy Volga, kiugrott belőle a Mihályfi Sándor, és mondta, hogy gyere, mondom, hova? Azt mondja, játszol a Bakterházba. Mondom, mit? Azt te leszel a Bakter, ülj be. Azt is elmondom majd, hogy hogyan vakította meg Kis Hián Olvasztó Imre, vagyis Bendegúz Koltait, de előbb idézzünk egy másik klasszikus magyar filmből. Istenem, ha én focista lehettem volna, kisapám. A Sose halunk meget éppen 25 éve mutatták be, annak az évnek a legnagyobb mozi sikere volt, a főcímdala pedig, amelyet Dés László írt és Presser Gábor énekelt, minden idők legtöbbet játszott magyar filmzenéje lett. A szakmai elismerés viszont kissé felemásra sikerült. A szakma szégyeli kimondani azt, hogy a Koltai Róbert, aki egy vidéki színész, egy kaposvári színész, hogy az filmet rendez. Ezt így nem mondták ki, csak hogy kitaláltak egy olyan díjat, olyan körmönfont fogalmazást, hogy abban az évben a magyar közönség visszahódításáért a mozikban díjat kaptuk meg a kollektíva. Tehát nem merték leírni, hogy Koltai Róbert rendezte, meg nehogy Isten, még a forgatókönyvben is benne voltam, meg főszerepben. Föltámadott! Kicsoda? A pofátoló székből! A legnézettebb koltai film amúgy a Miniszter félrelép, amelyet a bemutatás évében, vagyis 1997-ben 662 ezeren néztek meg a mozikban. Ekkora számot azóta sem tudott produkálni egyetlen magyar film sem. A második helyen az 1990 utáni ranglistán a Szabadság szerelem áll 550 ezer nézővel, míg a harmadik a Valami Amerika sorozat első része 530 ezerrel. A friss filmek közül a Kincsen van a top 10-ben 455 ezer mozi nézővel. Ahogy az elején már mondtam, a rendszerváltás utáni 30 legnézettebb mozifilmben 6 olyan is van, amelyikben főszerepet játszott Koltai. A Miniszter félrelépen kívül a Hippolit, az Ámbár tanár úr, a Csocsó, a Megyagőzös és a Sose halunk meg. Ezek közül a saját toplistáján amúgy csak 2 szerepel. 4 film a legkedvesebb, a Sose halunk meg, Szamba, Csocsó és a Világszám. Ugye nagyon szórakozott a gyerek, művészemben. De Koltai Róbert nem csak filmszínész. 25 évet töltött például Kaposváron a Csiki Gergely Színházban, amelyet ma már csak legendásként szokás emlegetni, pedig amikor oda került, akkor még igazi színészvesztőhelyként tartották számon azt a színházat. Ebből lett azután az, amit a kritikusok Kaposvár jelenségnek neveztek el. Biztos hozzájárult az, hogy ennyire rossz volt, mert oda már senki nem kívánkozott, mármint olyan vidéken azért jól csengő nevű néhány ember nem szerették, és menekültek el onnan. Tehát ott úgymond üresedés lett.
Ezt töltötte be azután Zsámbéki Gábor rendező és az oda szerződő sok fiatal színész. Ebből az időszakból Koltai egyik kedvenc darabja a Vállalkozó, amelyben egy lakodalmi sátrat építettek öten a színpadra előadás közben. Öt színész, akik közül már csak én élek. Tehát ez egy eléggé fájdalmas és számvetésre kényszerítő helyzet. Vajda László, Helyei László, Rajhona Ádám és a hajdani főiskolai osztálytárs és barát Kis István. Sokat tanultunk és még többet fogunk. Ő az. Itt éppen egy vadászpilótát alakít, aki később szándékosan belevezeti a gépét a földbe. Tragikus, de később a való életben is végzett magával. Mindössze 34 éves volt. Koltai a Szamba című filmben állított emléket barátjának, a főszerepet Görög László játszotta. És most egy kisebb ugrás Koltai lakásából az egyik budapesti moziba. Ide hívtam ugyanis egyik legjobb barátját, Sándor Györgyöt. Bár a színész felkészített rá, hogy a humorista igazi csodabogár, arra azért nem gondoltam, hogy Gyuri, akit tilos Gyuri bácsinak szólítani, mennyire bedobja majd magát. De a rengeteg vicc után azért mondott komoly dolgokat is. Ma reggel a Juditot, a feleségemet kérdeztem, hogy mi jut azonnal elsőnek eszedbe a Robiról? És azt mondta, hogy a feltétel nélküli jósága. Sándor György amúgy egy kis albumot is vitt ajándékba Koltainak, nem a 75-re, mert arra már csinált neki egy másikat. Ez, ahogy mondta, egy csak úgy album lett, persze ritkaságokkal, no meg Sándor György kommentjeivel, mert mellette még Koltai is nehezen jut szóhoz. Törőcsikkel. Ez a törőcsikkel, itt meg a szamocával? Oda néz milyen. Ez a nagymamába. Na, menj. Ez két egyforma szép kép, barna. Azt néznek, hogy milyen fiatal itt. Ez a lélekbúvár. Azután azt is elmondta, hogy mitől is jó az új Koltai könyv, persze ezt is amolyan Sándor Gyurisan. Nincs izzadság szaga. Végül összefoglalta, hogy szerinte mitől népszerű a barátja. A Robiba olyan szív van, és majdnem, hogy úgy kezdtem volna az interjút, hogy elnézést, én nem vagyok objektív, és nem akarom túllihegni és fényezni, de én elfogult vagyok a Robival, és még rajtam kívül 3 vagy 4 millió ember. No és akkor most térjünk vissza az elejére, hiszen ígértem, hogy elmondom majd, hogyan verte ki majdnem az Indul a Bakterházban Bendegúz Koltai szemét. Ez igaz, hogy szemen dobta önt egy előre gyártott gombóccal? Igen. Ő gyártotta előre, de kőkemény volt, mert mélyhűtőből hozták. És szétfrecsentette a szememet. De a végén elnézést kért, hogy jaj, Robi bácsi, ne tessék haragudni, nem tudtam, hogy fájni fog. Amúgy Koltai szerint abban a filmben szinte mindenki nagyot játszott. Horváth Teri is, Pécsi Ildikó is, Haumann Péter is, de ez mind kevés lett volna anélkül a fiatal intézetis gyerek nélkül, aki élete első filmszerepét játszotta. De nem megy, az könnyen falu helyen. A legjobb az a gyerek volt. Tehát olyat a világon, egyedül talán a Chaplinnek a Kölyök című zseniális filmjében az a zseniális gyerek, Jackie Coogan, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. És ő valójában olyan kis cserfes, tiszteletlen kölyök volt, mint amit a filmben játszott? Annál több volt. Ha cserfes lett volna, akkor nem lett volna ilyen sikere. Ő maga volt a Bendegúz, maga volt ő a lázadás minden ellen, ami felnőtt. Meg szeretnék még valamit mutatni, mert nekem ez a kedvenc Koltaim. Ő az, aki minden olyan verset, amit ismer, el tud mondani német-magyar keveréknyelven. No, aki akar, az beleköthet ebbe a dologba, de azt hiszem, hogy utánozni nem tudná. Zug die Nachtenbogár, zuir flied der Wandnak, zerzogrosen koppen, azután abhallgat. Az efféle versmondás már átmenet a könnyű műfajba, amelyben Koltai egy egészen különleges figurát alkotott, az illetékes elvtársat. Mi van a koronával? Milyen koronáról van szó? Cseh koronáról. Szeretnének síelni az emberek télen, menni. Miért kell télen síelni? Mert lesz nyáron szépen, korona, akkor már lehet menni. Ahogy mondani szokás, az illetékes elvtárs mindenre is tudott válaszolni, persze a maga módján. Mi meg kiröhögtük az akkori hivatalnokokat és egyéb vezető elvtársakat, akiket Koltai kifigurázott, és akiket amúgy a mindennapokban nem volt ajánlatos kiröhögni. Én most egy kicsit úgy érzem, hogy most is kéne egy illetékes elvtárs.
Hát az a baj, hogy nem egy van, hanem sok. Sok van, sok jól menő, gazdag, illetékes elvtárs, már úrrá vált illetékes elvtárs. Gondoltam, hogy a heti napló nézőinek nevében én is viszek egy kis ajándékot karácsonyra, és persze a 75. születésnapra Koltai Róbertnek. Kutattam egy darabig, hogy mi is legyen az, de azt hiszem a végén megtaláltam. Én kikerestem egy 1968-as. Akkor végeztem a színművészeti. Filmszínház muzsikát, amelyben Pécsi Sándor, a kor egyik legnagyobb színésze nyilatkozik. Mégpedig nem is csak saját magáról, hanem az ifjú Koltairól is. Pécsit ugyanis arról kérdezték, hogy mi a szerepálma. Ő pedig azt válaszolta, hogy a Gondonok című darab főszerepe. Innentől pedig idézett a cikkből, Koltai olvassa Pécsi Sándor éppen 50 évvel ezelőtti szavait. Amennyire vágyom a szerepre, épp úgy riaszt is, hogy már hiányzanak belőlem ezek a jóféle kültelki vagány ízek, amelyek Koltai Róbertben, fiatal kollégámban elevenen élnek még. Köszönöm ezt az ajándékot, mert majdnem, hogy erre vagyok a legbüszkébb. Olvasok, mint a villám. Mivel eddig még nem esett szó róla, elmondom, hogy Koltai Róbert és Kern András egy kis színház történelmet csináltak annak idején itt a József Attilában, hiszen a Balfácánt vacsorára című darab jövőre lesz 20 éve, hogy megy, és egész egyszerűen nem lehet levenni a színről, annyian akarják megnézni. Legközelebb amúgy december 30-án adják elő, de ne akarjanak rá jegyet venni, réges-régen elfogyott, ahogyan nincsen már januárra sem. Ha szerencséjük van, talán február végére még kaphatnak egy bilétát. A heti naplóban Erdési Zoltán riportját látták. Érdekes, vagy inkább kínos, hogy a nagy kaposváriak szinte valamennyien Kossuth díjat kaptak, teljesen jogosan, kivéve Koltait, akit teljesen jogtalanul. Koltait valamiért elkerülte a legnagyobb állami kitüntetés, legalábbis eddig.